Egymás mellett sorakoznak a különböző háztartási és technikai eszközök az egyik nyíregyházi üzletben. A korábban érvényes jótállási szabályozás szerint sokan jártak rosszul abban az esetben, ha a vásárlás után elromlott egy-egy ilyen termék. Ekkor ugyanis az elhúzódó szervizelés miatt a tulajdonosok gyakran kifutottak a jótállási időből, ilyenkor pedig nem cserélhettek és nem kapták vissza a megfelelő összeget. Január 1-én számos olyan új szabály lépett életbe, amely jobban védi a vásárlók jogait. Így például az előbb említett probléma is megoldódik, mivel a jótállási idő meghosszabbodik azzal az idővel, amíg a vásárló a szervízelés miatt nem tudja használni készülékét. Ezen felül is több tucatnyi új szabályt kell alkalmazniuk az üzleteknek. A fogyasztóvédelmi hatóság azonban számos hiányos jogkövetést észlelt eddigi ellenőrzései során. A legnagyobb probléma egyébként az igényérvényesítési határidőkkel kapcsolatban merült fel, nem jól tájékoztatták a vállalkozások a fogyasztókat ezekről. Ez például az új 2 vagy 3 éves jótállási idő, vagy pedig a 30 napos javítási határidő. Vagy például, ami probléma volt, hogy akciós termékekre vonatkozóan kizárták ezeket a jótállás szavatossági jogokat, vagy arról tájékoztatták a fogyasztót, hogy az eredeti csomagolás megléte kell a jótállási igények érvényesítéséhez. De probléma volt a jótállási jegyekkel is, és hát ez azért gond, mert a jótállási jegyről tud a fogyasztó tájékozódni a jótállási jogairól. És itt a jótállás esetében voltak olyan vállalkozások, akik sajnos egyáltalán nem adtak jótállási jegyet. A fogyasztóvédelmi hatóság az első negyed évben több mint 300 üzletet és webáruházt ellenőrzött, és közel 60%-uknál talált valamilyen hiányosságot a jótállási szabályokat illetően. A helyettes államtitkár ugyanakkor hangsúlyozta, bírságot egyelőre csak azok a vállalkozások kaptak, amelyek a korábban hatályos szabályokat sem tartották be. Mint mondta, most még fenntartanak egyfajta türelmi időszakot ahhoz, hogy az üzletek alkalmazkodjanak az új rendszerhez, később azonban nem kerülhetik el a komolyabb bírságot. Az idei évben megindult ellenőrzéseknek tényleg az az elsődleges célja, hogy a fogyasztók tudjanak élni az új jogaikkal, tehát ezekkel az erősebb fogyasztói jogokkal, és ezzel a hatósági ellenőrzésekkel a vállalkozásoknak segíteni tudunk, hogy be is tartsák a jogszabályokat, az új jogszabályokat, és ezáltal ugye közvetett módon ebből a fogyasztók profitálnak, hiszen élni tudnak az erősebb fogyasztói jogaikkal. És ezért figyelmeztet a fogyasztóvédelmi hatóság azokban az esetekben, hogyha jogsértést követel a vállalkozás. Jelenleg ez az ellenőrzés irány, de természetesen, amikor egy meghatározott idő már eltelik a jogszabály bevezetését vagy hatályba lépését követően, onnantól kezdve a hatóság akár szankcionális bírsággal, hiszen a fogyasztóvédelmi hatóság is egyébként egy konzultatív hatósági szemléletet folytat, tehát elsőre általában figyelmezteti a vállalkozásokat, de ismételt ellenőrzésnél pedig kiszabja a bírságot. A helyettes államtitkár elmondta, az éves ellenőrzés sorozat első 3 hónapjában összesen közel 2,7 millió forint bírságot szabtak ki az általános szavatossági szabályok megsértése miatt. Hozzátette, a vizsgálatok folytatódnak, a közös cél az, hogy minél több magyar fogyasztó élhessen erősödő jogaival.